Sziasztok, Dóri vagyok, és a mai videóban a januári olvasmányaimról szeretnék nektek mesélni, amiből jó sok lett, szóval nézzük meg, mik ezek a könyvek. Valószínűleg ez volt életem legjobb januári olvasási szempontból, szerintem még soha nem olvastam el annyi könyvet egy hónapban, mint most. Szóval nézzük is, mik ezek a kötetek, mert félek, hogy őrületesen hosszú lesz ez a videó. Kezdetnek annyit mindenképpen elmondanék, hogy nem olvasási sorrendben fogom a könyveket mutatni, mert nem úgy raktam le a kupacba. Kezdjük is mindjárt egy őrületesen jó könyvvel, ami Sigrid Úr Hagalin-Björsdottirtól, A sziget, és nem tört bele a nyelvem a nevébe. Ez egy nagyon-nagyon jó disztópia volt, megkockáztatom, hogy a hónap legjobb olvasása, de erre még egy picit hagyok ülepedni időt, és majd egy hét múlva újra gondolom, hogy tényleg így volt-e. Ez a disztópia Izlandon játszódik, mint ahogy a szerző is izlandi, és arról szól, hogy történt valami a világban, ami miatt Izland teljes mértékben elzáródik a külvilágtól. Tehát nincs se kisebe, se kommunikáció, se közlekedési eszközök. Viszont emiatt nem is tudjuk azt meg, hogy mi történhetett a világ többi részén, élnek-e még emberek, vagy mindenki más kipusztult, csak az életnek ez egy pici szeglete maradt meg. A könyv folyamán végigkövethetjük azt, hogy kezd el egy nagyon furcsa irányba menni a társadalom és az Izlandot vezető politikai réteg is a nyomás hatására. Ez egy nagyon-nagyon király könyv volt, és rengeteg mindent mondtam már róla, így nem is nagyon szeretném húzni a szót tovább ezzel, mert volt már erről a könyvről szó könyves beszerzéses videóban és a könyvkempinges videóban, ahol sokkal részletesebben elmondom, hogy miért vett engem meg ez a könyv kilóra. Menjünk szintén tovább egy könyvkempinges versenyzővel, ez Boris Vianntól a Tajtékos napok, ami egy nagyon erőteljesen mágikus realista történet Chloe és Colin szerelméről. Csak azoknak ajánlom, akik el tudják viselni a brutálisan szürreális dolgokat, mert itt még az egerek is részesei az emberek életének, és nem feltétlenül úgy, hogy agyon akarják őket csapni, hanem nagyon kis segítő kis teremtmények, mint a lecsóban a patkányok. Ez az egyik kedvenc szerelmi történetem, de nem tudom megmagyarázni nektek, hogy miért, mert ez a könyv számomra abszolút egy életérzés. Ennél a könyvnél is igazából odairányítanálok benneteket egy picit a könyvkempinges videókhoz, mert ott vlogoltam ennek a könyvnek az olvasásáról, és jóval több szó esik róla, mint most ebben a videóban. Elolvastam természetesen a Gárdonyi projektem januári könyvét is, ami az Ábel és Eszter volt, ahol Nyéki Ábel és Kardos Eszter szerelmének változását követhetjük figyelemmel. Következzen két science fiction kötet, amit azért fogok egyben mutatni, mert erről menni fog ki, vagy már ment ki egy videó, amiben ténylegesen részletesen mesélek róluk. Ez William Gibsontól a Count Zero, és William Gibsontól a Mona Lisa Overdrive. A cyberpunk történetekről van szó, ami őrületesen nagy befolyással bírt a későbbi science fiction irodalomra, vagy említhetném akár a játékkészítést és a filmeket is. Hogyha kedvelitek a kihívásokat, akkor melegen ajánlom nektek Gibson trilógiáját, aminek az első része, a Neuromancer, az előző havi olvasás összegzős videómban volt benne. Aztán befejeztem végre, bár ennek kicsit negatív kicsengése van, de nagyon-nagyon hosszú ideig olvastam ezt a könyvet, ez egy novellás gyűjtemény Gárdonyi Gézától, A szegény ember jó órája. Szerintem nagyjából 2 éve voltam már benne ebben a kötetben, mert nagyon-nagyon sok novellát tartalmaz. Ez egy 2 kötetes kiadás, ez a második fele, és ha jól tudom, akkor ez a 2 kötet tartalmazza az összes novellát, amit Gárdonyi írt valaha. Márpedig ő rengeteg-rengeteg novellát írt, és vannak benne nagyon tetszetősek, és vannak benne olyanok, amik nekem nem hozták azt a tipikus Gárdonyis élményt, és bár általában azt szokták mondani, hogy Gárdonyi sokkal inkább volt novellista, mint regényíró, én valamiért a regényeihez sokkal-sokkal jobban tudok kapcsolódni. Jöjjön egy olyan könyv, ami nagyon-nagyon felbosszantott, és most sem tudok még rá úgy nézni,
hogy jaj, de jó élmény volt ezt olvasni. És nem azért, mert a könyv nem volt jó, hanem mert olyan témákat boncolgat, amitől a hideg futkos a hátamon. Ez két Elizabeth Russelltől a Szép sötét van ez szám. Ebben a könyvben megjelenik a nemi erőszak és a pedofília, így csak nagyon erős, lelkivilágú embereknek ajánlom, főleg amiatt, mert nagyon naturalisztikusan van minden ábrázolva, és ténylegesen fel tud fordulni az ember gyomra egyes jeleneteknél. A két főszereplőnk Vanessa és Strain, akik egy aláfölé rendelt viszonyban vannak, hiszen Vanessa Strain diákja. És már maga ez a dinamika hoz egy olyan extra dolgot ebbe a kapcsolatba, ami nagyon-nagyon fel tudja bosszantani az embert, mert a tanárról azt képzelni remélhetőleg mindenki, hogy ő tudja, hogy hol van az esze, tudja, mi a helyes és mi nem helyes, főleg akkor, hogyha egy diákjáról van szó. Strain viszont egy maximálisan és a legundorítóbb módon manipulatív szemétláda. Nem tudok finomabban fogalmazni, ez már az óvatos verzió volt. Ez a könyv nagyon durva. Volt róla egy élő kibeszélünk Zsófival és Fruzsival, amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket ez a könyv, de még nem vagytok benne biztosak, hogy szeretnétek elolvasni, akkor mindenképpen nézzétek meg, illetve ha már olvastátok, szerintem akkor is érdemes végignézni ezt a videót, sőt, akkor érdemes igazán, mert rengeteg spoileres dologról beszéltünk benne, és nagyon-nagyon jó volt ez a beszélgetés. És nem repkedett semmi, se könyvet nem vágtunk hozzá semmihez, se az asztalt nem törtük ketté, szóval big respect nekünk. Januárban olvastam még egy novellás kötetet, ami Bodor Ádámtól volt a Sehol. Ez számomra egy ismerkedő kötet volt a szerzőtől, mert még nem olvastam tőle korábban, illetve csak egyetlen egy novellát, ami nagyon tetszett, de bevallom, hogy az alapján nem arra számítottam, mint amit kaptam. Nagyon naturalisztikus, nagyon erős és jelenetszerű minden egyes novella, ami benne található. Többször volt, hogy legszívesebben elfordítottam volna a fejem, mert egyszerűen valahogy úgy tud írni Bodor Ádám, hogy valamilyen szinten azt érzem, hogy egy-egy szituáció humoros, ugyanakkor sírhatnékon van az egésztől. És ezt elég kevesen tudják szerintem elérni, pedig elvileg ez már egy gyengébb kötete, így nagyon nagy erőkkel fogom belevetni magam az elvileg jobb műveibe is, mert biztos, hogy nem fogok benne csalódni. És akkor jöjjön az utolsó könyv, amit sikerült januárban elolvasnom, ez Dan Simmonstól volt a Terror. Ez egy olyan könyv, ami már nagyon-nagyon régóta állt a polcomon, nagyjából a megjelenésekor be is szereztem, és extra örülök, hogy elolvastam, mert a magánkönyvtár olvasottság növeléses kinyívásomnak ez volt az első darabja. Nagyon féltem ettől a könyvtől, mert én földrajzból világéletemben totálisan hülye voltam, és ebben a történetben az észak-nyugati átjárót keresik. A történet szerint az expedíciót Sir John Franklin vezeti, és két hajóval, a Terrorral és az Erebusszal indul útnak, hogy megtalálja ezt a kereskedelmi szempontból is elképesztően fontos átjárót. Meglepő módon tök jól értettem a könyvet, magam számára is hatalmas meglepetés voltam, sőt, még térképeket is hajlandó voltam nézegetni hozzá, hogy mikor éppen merre és hol járnak, és külön jó volt, hogy nem volt kimondottan hideg, amikor olvastam, mert ebben a könyvben szerencsétlen szereplők folyamatosan, fixen, meg vannak fagyva. És én elég fázós vagyok, de hát ez a télhez illik. Hogy lehet nyáron olyan könyvet olvasni, ahol jégbe vannak fagyva az emberek? Na mindegy. Sir Jonathan Franklin az egyik legellenszenvesebb figura, akiről olvastam valaha. Tipikusan az az ember, akit én nagyon-nagyon utálok, úgy tesz, mintha kikérné mások véleményét, de valójában abszolút nem kíváncsi rá, mert csak a saját egója vezérli, és csak arra képes gondolni, hogy ő majd a jövőben milyen történetekkel fogja szórakoztatni az új társaságot, amiket ezen az expedíción szed majd magára. Hát nem nagyon fog neki összejönni, ugyanis egy téves döntés folyamán, ami az ő agyába pattant ki, mind a két hajó befagy a jégbe. Tehát se előre, se hátra, és a folyamatos hideg, valamint egy nagyon különös, fehér jegesmedveszerű szörnyeteg nagyon brutál módon elkezdi megtépázni a legénység és a tisztek idegrendszerét is.
Számítottam arra, hogy ebben a könyvben sem lesz túl sok pozitívum, mármint ami a végkifejletet illeti. A karakterek egyébként szerintem zseniálisan jól sikerültek, mind a kapitány Crozier, mind pedig az igazán szemét alakok, mint Franklin és Hickey, kiválóan lettek megalkotva. Valamint nagyon tetszett az, hogy akiket igazából mellékszereplőnek szánt Simmons, azokhoz is nagyon jól lehetett kötődni, mindenkinek kaptunk egy pici előzmény történetet, és mindenkit fájt elveszíteni, akit el kellett, hogy engedjünk. Ez a könyv nagyon erősen pályázott a hónap legjobb könyve címre, de volt egy pont, ahol mégis elcsúszott ez az egész. Ez pedig a misztikum. Összességében sem bajom a misztikummal, mert nagyon jól ki tud egészíteni történeteket, de itt Simmons túlkapta. Egyszerűen erről van szó. Nekem az jutott eszembe, mint amikor Stephen Kingnek a könyvek háromnegyedénél teljes mértékben elszáll az agya. Itt ugyanez történt. Ugyanis bekerül a történetbe egy eszkimói misztikus szál, ami állam teljesen tacsra vágta az egészet. Azt, hogy az egészet, azt mondjuk talán inkább nem mondanám, mert picit erős kifejezés, de én az utolsó 50 oldalt fixen lecsípném ebből a könyvből, és akkor lehetett volna január koronája ez a kötet. És nagyon érdekes, hogy a hónapban két olyan könyvet is olvastam, ami a klausztrofób rettegésről és elszigetelődésről szól, ugyebár az egyik ez a hatalmas monstrum, a terror, a másik pedig a sziget volt. Ezeknek a könyveknek nekem van egy extrán jó hangulata, emiatt a... Hát, csak ezt tudom mondani, emiatt a klausztrofóbia miatt, mert zárt közösségek egészen másképp tudnak működni veszélyhelyzet esetén, mint egy olyan közeg, ahol tudsz segítséget kérni. Ezeknél esélyed sincs rá. És ez a belső feszültség nálam nagyon-nagyon jól tud működni. Olvastam 4 képregényt is a hónapban, itt viszont puskáznom kell, mert nem tudom megjegyezni mindegyiknek sajnos az íróját. Az első volt Rachel Smythe-tól a Lord Olympus 1, ami szerintem hatalmas nagyot fut most BookTube-on. Én az elsőtől 25-ös részt olvastam el Webtoon-on, és nem voltam benne biztos, hogy jó lesz majd nekem ez a képregény, mert bár a görög mitológiát nagyon szeretem, de valahogy egy kicsit furcsa volt. Modern környezetbe helyezi a görög isteneket, amikor tehát mobiltelefonok vannak, hatalmas bulikat szerveznek a kis birodalmukban, és magát HDS és Persephone és szerelmét követhetjük végig. Eleinte az sem annyira tetszett, hogy picit túl voltak szexualizálva a női karakterek, de aztán arra gondoltam, hogy tulajdonképpen görög mitológiáról beszélünk, ott kb. Bármi megeshet és meg is esik. Tehát ahol mindenféle állatképében mindenféle dolgokat csinálnak az istenek, ott szerintem az, hogy lenge az öltözet, azt már el kell engedni. Amivel igazán meg tudott magának venni, az a humora volt. Szerintem nagyon jó tulajdonságaikat emelték ki az isteneknek, és e köré építik magát az egész karaktert. Nekem ez összességében tetszik, és szerintem fogok tovább haladni majd az olvasásával. És elolvastam még a hónapban Ingrid Chabert-től a Waves-t. És hogyha nem jól mondom ki az írónő nevét, akkor elnézést, de gözöm sincs, hogy kellene. Ez egy nagyon szomorú képregény volt, amit beiktattam még a könyvkemping folyamán, ami egy leszbikus pár gyermekvállalásra törekvését mutatja meg, ami sajnos nem végződik jól. Nagyon izgalmas ábrázolásokat használ, és nagyon érdekes képeket arra, hogy pontosan mit érez egy anya olyankor, amikor elveszíti a még fejlődésben lévő magzatát, tehát nem tudja kihordani. És szó szerint összecsapnak a feje felett a hullámok. Ez egy nagyon erőteljes képregény volt, nem sírtam rajta, de nagyon-nagyon szomorú lettem tőle. Aztán, hogy egy picit vidámabb vizekre is evezzünk, elolvastam még a Lumberjanes harmadik részét, ami magyarul Cserkeszterek címen jelent meg. Én ezt a képregényt még mindig imádom,
A Bear Woman az egyik abszolút favorit, és ezt már szerintem 500-szor elmondtam mindenhol, de egyszerűen imádom. Nagyon jó karaktere van, nagyon jó humort hoz a történetbe, és egyébként az összes többi karakter is zseniálisan jó. Most egy kicsit két részre szakadt a társaság, az egyik fele elment randizni, a másik fele pedig megpróbált mindenféle teljesen átlagos jelvényt beszerezni, nem túl sok sikerrel. Tehát, ahogy elképzeljük, hogy ezek a lányok megpróbálnak tortát díszíteni, az önmaga is egy kavaré. Szerencsére ez volt az a könyv, ami abszolút feldobta a januáromat, mert nem sok pozitív olvasmányom volt, amit láttátok ebben a videóban, de a cserkeszter lányok mindig fel tudnak üdíteni. És olvastam még Brian K. Vaughan-től a Paper Girls-t. Ez egy januári BookTube könyvklubos könyv volt, vagy hát képregény volt, főleg emiatt olvastam el, de összességében nekem ez annyira nem tetszett. Ezt csak így félve mondom, nem tudom, hogy kinek milyen preferenciái vannak képregények terén, de túlzottan Inmeria stressznek éreztem, a karaktereket nagyon-nagyon nehéz volt számomra megkülönböztetni, mind a mellett, hogy volt a nagyon vagány, nagyon szabadszájú lány, aki nem a főszereplő, és volt Erin, akinek egészen pszichotikus látomásai vannak, nagyon para rajzokkal megtestesítve, és még van két karakter, akikről gőzöm sincs, hogy kik, mert szegényeket már el is felejtettem. A hajzolása egyébként nagyon jó, tehát hogy azzal nekem abszolút nem volt problémám, és kreatív, hogy van benne egy olyan rész, amit neked kell lefordítanod, mert az űrlények, mondjuk hívjuk őket űrlényeknek, az ő beszédük kódolva van, és egy kódtábla alapján ezt el tudod magadnak fordítani. Ezek a részek teljesen rendben voltak. Én úgy éreztem, hogy egy picit túl sok és túl tömény az, amit megkapok most egy köteten belül, így még nem döntöttem el, hogy folytatom-e. Meglátjuk. Viszont erről is volt egy nagyon izgalmas kibeszélője a könyvklubosoknak, amit mindenképpen linkelni fogok nektek. Ennyi lett volna hát a január olvasás szempontjából. Van még néhány könyv, amibe belefogtam egyébként, de nem sikerült a végére érnem, ezt majd a következő hónapban fogom befejezni, tehát ebben a hónapban fogom befejezni, és valószínűleg majd ennek az összegzőjében fogjátok látni őket. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és velem tartottatok ismét. Találkozunk jövő hétfőn. Addig is legyen szép napotok és hetetek. Sziasztok!